daruval emelték a magasba a 9 méteres lucfenyőt. A város karácsonyfáját egy susáni családi ház udvaráról szállították a főtérre. Döntések, érvek és ellenérvek. Fideszes képviselők közgyűlés utáni sajtótájékoztatója. Régészet, néprajz, helytörténet. Megjelent a Tornyai 5. évkönyve. Köszöntöm a Vásárhelyi Televízió nézőit, a híradót látják, Borbás Ildikó vagyok. A vállalkozásokat érintő telek és építményadót, valamint a bérlakások díjemelését sem támogatták a fideszes képviselők. A Szent Ferenc programot és a SZEHA együttműködést viszont jó kezdeményezésnek tartják, ezért igennel szavaztak. Továbbá az önkormányzati cégek vezető cseréiről is elmondták véleményüket a közgyűlés utáni sajtóeseményen, amit ezentúl rendszeresen megtartanak. A következő időszakban közgyűlések után szeretnénk majd mindig egy ilyen összefoglaló sajtótájékoztatót tartani, ahol röviden megpróbáljuk összefoglalni azt, hogy az adott kérdésekben mi miért döntöttünk úgy, ahogy vagy miért szavaztunk bizonyos dolgokra, úgy, ahogy szavaztunk. A szerdai közgyűlést értékelte először a Fidesz a mai sajtótájékoztatón. Az építmény és telekadó változás továbbra sem érinti a magánszemélyeket, de a Fidesz a vállalkozásokra vonatkozó 17,5%-os emelést sem támogatta a kamara állásfoglalására hivatkozva, amit a közgyűlésnek is megküldtek. Volt egy állásfoglalása a Csongrád Csanád megyei kereskedelmi és ipar kamarának is, akik szintén arra hívták fel az önkormányzat figyelmét, hogy nyilván egy ilyen gazdasági helyzetben ők ezt nem tartják jónak és célszerűnek, hogy a vállalkozásokat további terhekkel sújtsák, ezért ők se támogatták. A kormánypárti képviselők a szociális és piaci alapú bérlakások bérleti díjának emelését sem támogatták, mert aggályosnak tartják a piaci és gazdasági érvelést a szociális kérdésekben. Úgy gondolják, azok igényelnek szociális ingatlant, akik nem tudnak többet fizetni érte. A segítség jobban jön, mint egy emelés, mondta Nagy Enikő Diana az új szociális programról. Szent Ferenc program, amelynek mi örülünk, hiszen minden segítő szándékú programnak örülünk, és ez a program pedig a legrászorultabbaknak nyújt majd segítséget. Hozzátette, pedagógusként azért javasolta, hogy a 3-as iskolai átlagot vegyék figyelembe, ami betartható, és nem ró plusz felelősséget a gyermekre, hogy miatta ne kapja meg a család a támogatást. Örül, hogy ezzel a képviselők is egyetértettek. Volt, akit támogattunk, volt, akit nem. Ezt Szejbel Máté mondta az önkormányzati cégek vezetőváltásáról. Katona Zsoltnál hiányolták a fürdőkoncepciót és a kemping nyereségessé tételét. A Vásárhelyi Médiacentrum vezetőjét sem támogatták, mert úgy gondolják, hogy a helyi média egyoldalú, csak akkor tudnák támogatni, ha pártatlan és független lenne. Nem értettek egyet azzal sem, hogy a Hódfó élére szakmai tapasztalat nélkül választották meg Lökösné Nagy Saroltát. A Tornyai élére kinevezett Gál Boglárka pályázata viszont meggyőzte őket, hangzott el a Fidesz sajtótájékoztatóján. 25 tonnás daruval helyezték át a Szántó Kovács János emlékművet a Kossuth tér sarokház előtti részéről, az ótemplom egykori védfalát jelölő emlékfa mellé. Vénagy Nándor szobrász szakmai felügyeletével bő 2 óra alatt végeztek a látványos feladattal. Somogyi Béla szobrászművész 1965-ben avatott alkotása ezentúl nem nyugatra a fekete sas felé, hanem északra néz. Barák Anita, a Városfejlesztési Iroda vezetője a Hódpressznek elmondta, a szobor áthelyezéshez megkapták a szükséges engedélyeket, beleértve az alkotó örököseiét is. Az emlékmű helyén vizes medence és növényzet lesz a multifunkcionális téren, részletek a holnapi híradóban. Megjelent a Tornyai János Múzeum 5. évkönyve. Ez egy tükör, amely a belső napsugarakat veri vissza a 2023-as tudományos munkáról, emelte ki Csányi Viktor a kötet egyik szerkesztője. A válogatás 8 tanulmányt tartalmaz a régészettől a néprajzon át egészen a helytörténetig. A tavalyi esztendő jelentős tudományos munkáit fémjelzik azok a tanulmányok, amelyek bekerültek a Tornyai János Múzeum legújabb évkönyvébe.
Egy hagyományos múzeumi évkönyv azért alapvetően egy tükör. Egy tükör, ami, ha úgy tetszik, akkor a belső napsugarakat visszaveri ki, és ennek a tükröződése a múzeumi munkának. Nyilvánvaló, hogy ha mint sorozatot nézzük, és akkor egy kicsit talán a jövőbe is mutat el, hogy igazából egy nagyon jó korkép. A 8 közölt tanulmányból 4 a helyben nagy népszerűségnek örvendő régészettel foglalkozik. Az érdeklődők olvashatnak többek között Hódmezővásárhely belvárosában pár évvel ezelőtt feltárt római kori szarmata emlékekről, vagy az 1960-as években előkerült kishomoki Gepida temetőről is. De a válogatásban a néprajz és a helytörténet mellett a művészettörténet is fókuszba kerül Wiener Tibor képzőművészeti gyűjteményével. Az évkönyvben én most azt gondolom, hogy egy kicsit talán aki az emberi sorsok, egy kicsit a tudománytörténet iránt érdeklődik, és nem feltétlenül csak a nagyon-nagyon szűk pátriánkra gondolva, ugye itt a Szalontai Csabájéknak egy kimondottan életrajzi jellegű írása, de Nagy Verának is, a Banga Sándorné, Fazekas, de ugyanígy, tehát ide sorolnám Nahimi Péternek a bevezető tanulmányát is, ami pedig próbálja ezt az egész muzeológiát, a kulturális életet elhelyezni itt a 21. században, itt Vásárhelyen. A Tornyai János Múzeum sorban 5. évkönyvét tegnap délután a Korok, kultúrák, lelőhelyek idei szemeszterének második előadása előtt ismerhette meg a közönség. Valószínű nem vezetett elég körültekintően az a sofőr, aki az Andrássy úton a tramtrén elé hajtott makkora délután. A vasútvillamos vezetője már nem tudta időben lefékezni a járművet, az ütközés a személyautó hátuljában okozott nagyobb károkat, de szerencsére senki sem sérült meg a karambolban. Nem adta meg az elsőbbséget a Szeged felé közlekedő tramtrénnek az Andrássy útról a Batthyány utcára kanyarodó piros személyautó. Mivel féktávolságon belül hajtott az óvatlan sofőr a kötött pályás jármű elé, így a szerelvény az autó hátuljának ment. Személyi sérülés nem történt, de így is rosszul járt az autóvezető, mert a több 10 tonnás szerelvény erősebbnek bizonyult, így a Mercedes hátsó szélvédője és a lámpája bánta az ütközést. A tramtrén kisebb karosszéria sérüléssel megúszta a találkozást. Műszaki meghibásodást a koccanás egyik járműben sem okozott. Nem ez az első baleset a főiskola előtti kereszteződésben. Ezúttal a vasútvillamos mintegy fél órát vesztegelt a helyszínen, így mindössze egyetlen járat maradt ki az ütközés miatt. 13:30-tól mindkét irányba menetrend szerint közlekedtek a tramtrének. A téli madáretetésről tartott előadást Versecki Nikoletta a könyvtárban, aki csak azoknak ajánlja ezt, akik egész télen kitartanak mellette. A szakember az etetésen kívül az itatás fontosságát is hangsúlyozta, és azt is elárulta, hogy a fekete rigók télen még fürdenek is a kikészített vízben. Akkor jön a csuszka, megint gyorsan fölkap egy szutyit, aztán keres valami olyan ágrepedés, ahova be tudja szorítani, ő úgy töri föl. Részletesen elmesélte az egyes madárfajok viselkedését is a téli madáretetésről szóló előadásában a Vásárhelyi Természetvédelmi Egyesület önkéntese. Elmondta, hogy a tél beálltával több madárfa is lehúzódik a hegyekből az alföldre, a táplálékszegény időszakban telelni érkezik hozzánk az ökörszem, a vörösbegy, ők is vendégei lehetnek a madáretetőnknek. Nagyon-nagyon fontos dolog az, hogy ez egy felelősség tulajdonképpen, hogyha mi elkezdjük etetni a madarakat, oda szoktatjuk a kertünkbe a madarakat. Éppen ezért ez egy folyamatos tevékenység kell, hogy legyen mondjuk november vége, december elejétől egészen február vége, márciusig. A könyvtárban madárelesség receptekkel és hasznos jó tanácsokkal látták el a közönséget. Egy faágra húzott almának valószínűleg nagy sikere lesz a kertünkben, de a romlott diót sem dobja többet a kukába, aki végighallgatta az előadást. Az etetett madárfajok különböző módon viselkednek az etetőben, és másféle magokat szeretnek. Ha jön egy megyvágó, egy nagy robosztus csőrrel, na akkor nem jön közel senki, akkor mindenki messziről néz, hogy mikor megy már el onnan, de most már én is szeretnék enni. Az enyhe telek miatt a madáretetés már inkább az ember örömét szolgálja, hiszen a madarak megtalálják a táplálékukat a szabadban, azt nem fedi vastag hótakaró.
tudtuk meg a Madártani Egyesület munkatársától. Versecki Nikoletta elmondta, hogy a karvajra sem szabad haragudni, amikor elragad egy-egy énekes madarat, ő is a természet része, és neki is szüksége van táplálékra. A Mátyás utcából érkezett a város karácsonyfája a Kossuth térre. A hatalmas félezüst lucfenő 21 éve már egyszer volt karácsonyfa, akkor egy családé, idén pedig az egész városé lesz. Balázs György, aki december 6-án Mikulás napján lesz 88 esztendős, 21 évvel ezelőtt gyökeres fenyőt vett karácsonykor. Az ünnepek után kiültette az udvarába, ami aztán szép nagyra nőtt az évek alatt. Akkor még nem gondolta, hogy a gyönyörű örökzöld másodszor is karácsonyfa lesz. Első alkalommal a családjáé, két évtizeddel később pedig egy egész városé. A képviselő úr mondta, hogy keresnek fenyőfát a Kossuth térre, mi felajánltuk, szeretettel odaadjuk a városnak, mert már itt kinőtte a helyet. Rendőri felvezetéssel érkezett Susámból a belváros szívébe a terebélyes fenyő, ami a karácsonyi időszak fénypontja lesz. December 1-én kezdődik az adventi rendezvénysorozat a belvárosban, aranyvasárnapig minden hétvégén programokkal várják a kicsiket és a nagyokat. A lakosságszolgálati iroda vezetőjétől megtudtuk, hogy a város karácsonyfáját minden évben hagyományosan egy-egy vásárhelyi család ajánlja fel, hiszen a kertbe kiültetett gyökeres fenyők gyakran nagyobbra nőnek, mint egy családi udvar. Idén a Mátyás utcáról kaptunk egy nagyon kedves felajánlást, és a ma reggeli órákban, imént az előbb érkezett meg a Kossuth térre, ez a gyönyörű szép fél ezüst lucfenyő, melyet itt most a mai napon fogunk feldíszíteni, és december 1-én fognak rajta kigyúlni itt a Kossuth téren a fények. A 9 méter magas fenyőfa már megtekinthető a Kossuth téren. A város karácsonyfája január 6-áig díszíti majd a főteret. Vasárnap hivatalosan is elkezdődik az idei adventi időszak, így a karácsonyi vásár is megnyitja kapuit a vásárhelyek előtt. Újdonság, hogy minden program a Kossuth téren lesz, még a kézműveskedés is, amit az erre a célra felállított jurtában lehet gyakorolni. A hangulat miatt nem csak hétvégén, hétköznap is érdemes lesz erre venni az irányt, mert olyan karácsonyi finomságokat kínálnak majd az árusok, mint a sült gesztenye vagy a forró italok. A Kossuth téren idén nem csak egy nagy karácsonyfa áll, hanem egyszerre több kisebb is, amelyek a város különböző intézményeit a ráaggatott díszekkel szimbolizálják. Hétvégére a Kossuth tér megtelik élettel, mert a fabódékba beköltöznek az árusok karácsonyi finomságokkal. Itt fogják sütni a gesztenyét a helyszínen, és ez is már évek óta ilyen tervezett álom volt, hogy újra ezt a sült gesztenye kérdést is be tudjuk hozni, és hát természetesen a karácsonyi finomságok, a különböző kürtös kalács, minifánk, a gofrik, fogják képviselni az édes finomságokat, de lesznek meleg szendvicsek, és hát a karácsonyi italok, a forró italok sokasságával fog itt minden vendéglátós egymással versengeni. Nagyon várjuk, hogy kié lesz a legjobb. Most még nincs nagy hideg, de akár jöhetnek a mínuszok is, mert a felnőtteket kinti melegedő blokkok, a gyerekeket pedig egy jurta is várja majd a Kossuth téren. Újdonság lesz még az idén az, hogy mindent kihozunk a Kossuth térre, az összes rendezvény elemünket. Ez azt jelenti, hogy a Mikulás is ide fog érkezni a Kossuth térre, és nem akartuk szétszabdalni így a rendezvény helyszíneket, minél több kisgyereket tudjunk itt vendégül látni a Mikulás jövetele alkalmával is, és a kézműveskedésre pedig egy melegedő helyszínt hoztunk létre, hiszen ez a jurta sátor most több funkcióval fog bírni. Vasárnap már 15 órától elkezdődik a kézműveskedés a jurtában, majd 17 órakor Márkizai Péter polgármester és Antal Imre plébános meggyújtják az adventi koszorú első gyertyáját, amelyet többek között a Szent József Kertvárosi Katolikus Általános Iskola tanulóinak ünnepi műsora követ. Aki szeret előre tervezni, az már most beírhatja naptárába, hogy advent második vasárnapján a város egy ajándékkoncerttel kedveskedik a zeneszeretőknek a BFMK-ban. Az 5. évszak ingyenes, de regisztrációhoz kötött, ezért érdemes időben gondoskodni a helyjegyekről.
A Vásárhelyi Televízió híradóját látták, most jön az időjárás előrejelzés, majd Időben című hírháttérműsorunkban Márki-Zay Péter polgármesterrel Kozó Attila beszélget. Híradóval pedig holnap a szokott időben, vagyis 17:30 perckor jelentkezünk. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!